Sziasztok! Megnézzük, hogy milyen változás történt annak a személynek az életében, akit te most gondolsz, mert hogy tegnap tűpontos nap-uránusz együttállás volt, ami váratlan dolgokat eredményezhet, és lehetséges, hogy a ti életetekben is valami egészen megváltozott. Neked szól ez a videó, hogyha te, mint kérdező, valamelyik bolygód, vagy fővonalad a szűz jegyében van, tehát naphold, aszcendens, uralkodó bolygód, az a szűz jegyében van, akkor neked vagy rád vonatkozik, úgyhogy most akkor megkérdezzük, hogy az a személy, akire te gondolsz, ő most milyen helyzetben van, milyen állapotban, milyen körülmények között van. Tehát az a személy, akire te gondolsz, most milyen körülmények között van, mi az, ami ő rá jellemző. Jegyenként csinálom, mert érkezett ilyen kérés, több ilyen kérés, hogy bontsam szét, mert hogy úgy lenne érdekesebb. És mivel sokan is vagytok már, hála Istennek, köszönöm szépen, ezért teljesen időszerű is ez a dolog. Megkérdezzük, hogy mi a kevés a házban. Kellene döntenie. Jó, hát a lapok szerint ő úgy éli meg jelenleg a helyzetét, hogy valami ilyen hiány állapotban van az ő otthonában. Valami hiányt él meg, és ez a hiány, ugye rákérdeztem, hogy mi az, ami kevés számára, ez a hiány egy idősebb nővel kapcsolatos. Az idősebb nővel, akivel kapcsolatban veszteségeket élt meg, és voltak bosszúságai, és valószínűleg a gyerekek részéről ilyen, ha vannak neki gyerekei, ha nincs, akkor egy új helyzetben találta magát, egy olyan új körülményben, ami számára nagy bosszúságot okozott. Belső vívódást, olyan helyzetet, amilyet ő korábban még nem tapasztalt. És ez az, ami ő neki hiányzik, aminek örülne, hogyha az életében jobb lenne. És van valamilyen szerződés, vagy jogi dolog is az életében pillanatnyilag, amiben hát döntésre vár, vagy neki kellene dönteni, lehet, hogy jogi ügyben, vagy valami hivatalos ügyben, szóval egy döntés kellene meghozni. Itt én, ahogy rákérdeztem, valójában neki kellene abban döntenie, hogy mifelé szeretne elköteleződni, a reményeit mifelé irányítsa, a hétköznapi örömök, vagy a belső hite felé. És itt ez egy nagyon jelentős dilemma, ezt ő már érzi, hogy így kellene döntést hoznia. Úgy látom, pillanatnyilag még mindig ott tart, hogy nem akarja ezt a döntést meghozni, inkább a szerencsére bízná, a sorsra bízná inkább ezt, de hát
meglátjuk, hogy a sors dönte helyette, vagy hagyja még őt szenvedni. Úgyhogy megnézzük a következőben, hogy veled kapcsolatosan ő neki milyen gondolatai, érzései vannak, mit gondol rólad, mit érez veled kapcsolatosan, egyáltalán hogyan áll te hozzád, mi az, amit veled kapcsolatban szeretne, tehát mi az ő hozzáállása a veled való viszonyában, a veled való kapcsolatában, hogyan áll ő te hozzád. Erre kérdezünk rá, hogy hogyan áll ő te hozzád. Hogyan áll ő te hozzád? Hogyan áll ő te hozzád? Elsorolom, hogy milyen lapok jöttek ki, mert az is kérés volt, hogy lehessen látni, vagy ha nem, akkor legalább mondjam el. És most kijött a házasság, a gyermek, a szomorúság, a levél és a váratlan öröm. Miért szomorú? Megkérdezzük azt, hogy miért szomorú. Mi lenne számára a váratlan öröm? Ez egy nagyon szép már a hozzád való állása. Ő valójában tőled szerelmet, családot, közös dolgokat szeretne, és amiatt szomorkodik, hogy ezek a vágyai, ezek ezek nem teljesülnek, ugyanakkor rengeteget gondol arra, hogy ezek most valódi, tiszta érzelmek, vagy csak fizikai vágyak. És ezen a dilemmában van, mint ahogy az előbb is láttuk, hogy ott is döntenie kell, hogy mit választ, hogy az ő érzéseire, a hitére hitét választja, vagy a te fizikai örömöket. Itt most hasonló dolgok jöttek ki, és ez őt elszomorítja, mert valószínűleg nincs hozzászokva, hogy ő döntő döntéseket hozzon. És vár egy hírre, vár egy megvilágosodásra, vár egy beszélgetésre, azzal kapcsolatosan, hogy hát ha azt a szomorúságot, vagy ezt a döntést helyette meghozza. És akkor van itt a veled kapcsolatosan, ő abban reménykedik, hogy valamilyen öröm éri majd, és megkérdeztem, hogy milyen örömre gondol. Hát, hogy a jelenlegi hiányos, beteges helyzetnek valami szerencse, és itt megint a szerencse jött ki, valami szerencse véget fog vetni. Tehát, hogy megszűnik ez a hiányzó. Nem tudom, mi hiányzik a kapcsolatotokból, talán a találkozás gyakorisága, talán a beszélgetés, talán a pénz. Tehát ezek a dolgok, ha így hiányoznak, akkor így hopp, varázsütésre majd csak elmúlik. Tehát ez így eléggé éretlen gondolkodás még, ami úgy tűnik nekem. De azért nagyon szép lapok, mert hogy ő valóban komoly kapcsolatot szeretne veled kapcsolatot, vagy veled, és amiben belefér a házasság, a gyermek is akár. És ez nagyon-nagyon szép. Úgyhogy most arra vagyok kíváncsi, hogy jelen esetben milyen tanács érkezik neked, milyen tanács érkezik, hogy ebben a helyzetben te mit tegyél, hogyan tudod elősegíteni, hogy a vele való viszonyod az a legoptimálisabb irányba induljon, milyen módon tudsz te ebben közreműködni ebben a helyzetben.
ahol nő vagy férfi jelölőt raktam ki, ott, ha te másik nemű vagy, akkor kérlek cseréld meg, vagy ahogyan neked jó, de mindig rád vonatkozik az, ami kint van. Tehát mi a tanács számodra, te mit tehetsz a jelen helyzetben ezzel a személlyel kapcsolatosan? Kijött a kígyó, a nap, a kígyó, a torony, a könyv és a kasza. Ez a pillanat, megkérdezem a kígyó, mit jelent itt a kígyó. És a kasza. Kijött a kígyóra az útkereszteződés és a kutyalapja, a kaszára pedig a lóhere és a szerelem lapja. És tanácsként nekem ebből az jön, hogy te most élvezd az életet, és lehet, hogy visszahúzottál, de gyere ki a kis barlangodból, gyere ki a kis váradból, a börtönből, ahova visszahúzottál, és élvezd a napsütést, élvezd amit ad neked az élet, és gyógyuljál általa. A kígyó ugye nem csak a harmadik személyt jelenti, jelentheti azt is, de én itt tanácsban most nem azt érzem, hanem inkább azt, hogy választhatsz a között, hogy bent maradsz a begubózásodban, vagy pedig azt mondod, hogy jó ez a kapcsolat, nagyon szeretném, de azért én élek. Valami ugyanolyan, valahogy úgy érzem, hogy hasonló döntéshelyzet elé áll, vagy döntést ajánl fel neked a tanács, mint ahogy neki is kijött, hogy a hétköznapi örömöket, vagy a belső életét válassza. Neked is hasonlót tanácsol, de az a helyzet, hogy annyiban eltérő ez a dolog, hogy az egyik esetben a napot ajánlja, hogy légy vidám, boldog, éld meg az élet szépségeit, és ehhez nem feltétlenül kell dorbézolásra gondolni, ehhez elég, hogyha örülsz a természetnek, kimész, és így éled meg a boldogságot, és ezt így kitartóan csináld, és ha ezt így megteszed, akkor eljuthatsz oda, hogy le tudsz zárni egy olyan fejezetet az életedben, amiben kevés volt a szeretet, kevés volt benne a bőség, és így ez át tud alakulni ezzé szeretetté és bőségé minden tekintetben. Úgyhogy ez a tanács szerintem erről szól, hogy magaddal törődjél pillanatnyilag, és próbáld megélni azokat a lehetőségeket, amit számodra az élet ad. Nekem nagyon tetszik a tanács is, meg a kirakás is. Remélem segít neked. Segít abban, hogy tudjad, hogy hogyan álljál az élethez, a dolgaidhoz. Köszönöm, ha itt vagy, lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok. Sziasztok!